kezdetet pedig csak akkor találhatjuk meg, ha a jó oldalon ütjük fel életünk könyvét. Mert? Tudod, volt az a levél, amit még a bátyád írt. Meliha, megbeszéltük, hogy ezt a témát többé nem hozzuk fel. Most miért kell? Emlékszel, ki adta neked? Az ég szerelmére, Meliha. Átmentem a műhelybe. Ki volt az és mit mondott, amikor adta? Egy Ramiz nevű ember. A börtönben Ömer barátja volt. Ezeket is, meg a könyveket is tőle kaptam, amiket olvasok. És ő mégis miféle ember? Nem sokat tudok róla. Állítólag kaszinója volt. Szóval egy mafiózó? Nem tudom, de nem tűnt rossz embernek, és szerette a bátyámat. Igazgatta is őt? Ezt hogy érted? Mondta neki, hogy ezt vagy azt csinálja. Ő hatott rá ennyire? Ő változtatta meg a fiamat? Ha egyszer kedvelte, minek változtatta volna meg? Mondd, még tudod, hol lakik ez az ember? Anya, légy szíves, ne lovagoljunk már ezen. Annyit kérdeztem, hogy tudod-e. Anya, Nem hagyd, felvesztem én. Jó, de lassan, vigyázz! Halló? Igen? Meliha asszony. Nükhet vagyok. Elsán nagynénje. Még ilyet, Nükhet? Idejét sem tudom, már jól vagy, minden rendben veled? Fáradt a hangod. Meliha asszony, szeretnélek valamire megkérni. Be tudnál hozzám jönni? Kórházban vagyok egy ideje. Mi történt? Most az nem érdekes, néném. Csak adni akarok valamit. Na de mégis mi van veled? Mondd el! Vedd úgy, hogy ez a végakaratom. Gyere be! Bizonyos Meliha asszonyt hívott valami levél kapcsán, amit át akar neki adni. Azt mondja végrendeletként. Hogy? Végrendelet? Köszönöm, Aysel. Hálám üldözni fog. Sőt, holnap be is ugrom egy kicsit hozzád. Nem is, majd inkább vasárnap. Amikor nincs az a nagy tömeg, csókollak. Lányom, beszélj, mondj. Mondd. Levél. A levél. Tessék. Tessék.